A végrehajtótól, előző munkáltatótól kapott letiltást a dolgozók letiltás fülön tudja rögzíteni. A rögzítés során először adjon a letiltásnak olyan nevet, amely alapján a későbbiekben könnyen azonosítani tudja. Töltse ki a típusát, a beérkezés dátumát, a végrehajtást kérő adatait, a behajtási jutalékot, stb., amelyek a letiltás fejlészben találhatók meg. A letiltás típusa kitöltését a legördülő lista segíti, ami a jogszabályban felsorolt letiltási típusokat tartalmazza, a végrehajtás foganatosításának sorrendjében. A letiltás típus neve mellett szerepel az a jogcímkód, amelyiken az adott típusú letiltás a számfejtéskor megjelenik. Minden tétel rögzítése és tárolása után az adott letiltáson állva és a kiválaszt gombra kattintva egy áttekintő listát kap a rögzített adatokról, mely táblázatot a későbbiek során is célszerű átnézni. Miután a főbb letiltás adatokat rögzítette, fel kell sorolni azokat a tételeket, amelyek a végrehajtói letiltásban szerepelnek. Célszerű a rögzítést olyan sorrendben elvégezni, ahogy azok a letiltásban szerepelnek. Minden tétel esetében meg kell adni annak nevét, azt, hogy a tétel fő követelése, egy időszakot, vagy az összeget, amit le kell vonni, vagy fix összeget, vagy százalékot, illetve a tétel jogosultját, annak nevét, címét, számlaszámát. Fontos adat, hogy a tétel után kell-e behajtási jelölékot fizetni a végrehajtó részére. A határozat felsorolja azokat a tételeket, amelyek után nem kell jutalékot fizetni. Amennyiben készen vagyunk a letiltás rögzítésével, elkezdhető a számfejtés. A mintapéldában a letiltás a hatodik hónapban érkezett, így az első számfejtés a hatodikó harmincadikai lesz, amiben a program a letiltást vonni fogja. Az 5518-as jogcímkódon találjuk azt az összeget, amelyet a dolgozó nettó béréből letiltás címen a program levont. A letiltás főre átlépve, és ott a kiválaszt gombot megnyomva ellenőrizni tudja, hogy a levont összeg milyen letiltási tételekből áll össze, illetve a rögzített letiltási tételekből mennyi a fennmaradó tartozás. A levont összeg tartalmazza a behajtási jutalékot is, így például a perköltség tételnél levont 6015 forint összegből, 60 forint a behajtási jutalék. Így a 12.350 forintos induló tartozás összeget csak 5.955 forint csökkenti, vagyis a fennmaradó tartozás, amely a képernyőn is látható, 6.395 forint. A hetedik havi számfejtésnél a számfejtés menete ugyanaz, de a gomb megnyomásával a letiltási tételeknél egymás alatt látjuk a 6. havi és a 7. havi számfejtéskor levont összegeket, illetve a fennmaradó tartozásokat. A perköltség címén levont 6. havi 6015 forint és a 7. havi 6459 forint levonásból, melyekből 60 plusz 64 forint a jutalék volt, a tartozást a dolgozó kiegyenlítette, Fennmaradó tartozása ezen a tételen nulla. Dolgozónkra vonatkozóan újabb letiltás érkezett. Ennek rögzítése is megegyezik az előző letiltás rögzítésével, de minden esetben körültekintően kell eljárni és a kapott letiltást átolvasni. Az előző letiltáshoz hasonlóan a letiltás típusát kell meghatározni. Mivel a levonás sorrendjét törvény határozza meg, így hibás besorolás esetén előfordulhat, hogy a letiltásokat rossz sorrendben fogjuk levonni és elutalni. A letiltás alapadatainak rögzítésekor talál egy olyan mezőt, amiben az azonos típusba tartozó letiltások sorrendje adható meg. Általában a beérkezés sorrendjében és így a rögzítés sorrendjében fogjuk a letiltást vonni, vagyis a második ugyanilyen típusú letiltásunk a sorrendben a kettes sorszámot fogja kapni, így teendőnk ezzel nincs. Ha mégis változtatni kell a sorrenden, a program arra lehetőséget biztosít. Az előző hasonlóan is rögzítsük fel a letiltási tételeket, megadva, hogy kell-e jutalékot fizetni, illetve hogy ez a tétel a fő követelése tárolás után a két letiltást egymás alatt látjuk. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben olyan letiltásokat rögzít, amik ugyanabba a típusba tartoznak, de nem egymás után kell őket levonni, hanem mindkettő letiltást együtt, ilyen például két gyerektartás. A letiltáson belüli sorrend esetében mindkét letiltásnak ugyanazt a sorszámot adjuk meg, például mindkettő egyes legyen. Lehet, hogy az egyiket később kaptuk meg, mindkettő ugyanolyan erősségű, vagyis a második letiltásban szereplő tartozás nem az első tartozás kiegyenlítése után kell elkezdeni. Fontos azonban az arányosítás százalékának beállítása, ami azt jelenti, hogy az ugyanazon letiltás típusba tartozó, ugyanolyan súlyú letiltások miatt levont összeget milyen arányban kell a két letiltás között megosztani. Például az első letiltásban egy gyerek után 20%-os letiltást kell vonni, a második letiltásban kettő gyerek után 40%-os letiltást kell vonni, figyelembe véve, hogy maximum 50% van a dolgozótól, a levont 50%-ot 33-66% arányban kell megosztani, így az első letiltásból, amelyből 20%-ot kellene érvényesíteni csak 16%, Második letiltásból, amiből 40%-ot kellene érvényesíteni, csak 33%-ot tudunk levonásba helyezni. A 8. havi számfejtésnél a példánkban a dolgozótól már két letiltást kell vonnunk. A számfejtés lefuttatása után az 5518-as jogcímkódon 37.900 forint letiltást látunk, vagyis az 50%-os letiltást levontuk a dolgozótól. Hátlépünk a letiltások menüpontba, és a letiltásokon állva kiválaszt gombot megnyomjuk, a tételeknél látjuk a levon 8. havi és a korábbi havi levont összegeket. Az első letiltás esetén a levont összegek a nettó kifizetendő 33%-át adják ki. Első letiltás esetén a végrehajtói letiltásban ekkora mértékű levonást írtak elő, de ha a második letiltásra átlépünk, és ott a kiválaszt gombot megnyomjuk, látjuk, hogy a 33% feletti 17% összegű letiltást már ebből a letiltásból is elkezdtük levonni. A 8. havi szemfejtésben 37.900 forint összegű letiltást vontunk le. Ennek utalását a műveletek csoportos utalás menüpontban tudjuk utalásra előkészíteni. Állítsuk be a képernyőn, hogy az összes bérszemfejtett dolgozónak, vagy csak a kijelölteknek, csak a letiltásokat, vagy a béreket, és vagy a járulékokat is utalni szeretnénk, illetve állítsuk be a dátumadatokat is majd a generálandó fáj résznél a létrehozandó fáj helyét és nevét adjuk meg. Az indít gomb megnyomása után a program megkérdezi, hogy képernyőn szeretnénk-e a levonási tételeket ellenőrizni vagy listázni. Igen válasz esetén minden tétel a képernyőn látható lesz, dolgozónként, kedvezményezetként az utalandó összeggel együtt.